Sziasztok! Újra itt vagyok, viszont most nem motoros videóval fogok jelentkezni, hanem visszatérek a fogszabályzó témára, mert ezzel egy kicsit el vagyok maradva. Ha lemaradtál volna róla, a kedvedért elmondom, hogy tavaly májusban belekezdtem egy fogszabályzási procedúrába, aminek az a neve, hogy dentozófia. Ez egy olyan módszer, hogy nem egy beépített fogszabályzót tesznek fel, sőt nem is ez az átlátszó fogszabályzó, amit szintén 24 órában hordani kell, hanem ez egy ilyen gumi fogvédő szerűség, amit éjszaka kell hordani, és viszonylag gyorsan, illetve hát mondhatom, hogy nagyon gyorsan változik ettől a kis eszköztől a fogaknak a helyzete. És hogy nem mindig csak lelkesedjek, és csak pozitív dolgokat mondjak róla, most egy kis tortúrába keveredtem ezzel kapcsolatban. Ahogy mondtam, ugye decemberben lejárt a 6 hónap, és hát meg is rendeltem a következő applikátort Tamástól. Újra beszkenneltük a fogsoromat, és arra a megállapításra jutott, hogy valószínűleg nekem ez az applikátor már egy kicsit túl ovális, és hogy az én fogaim itt elől próbálnának szögletesebben jönni, tehát egy másik applikátort rendelt nekem. Nagyon furcsa, mert én azt gondoltam, hogy ez úgy működik ez a módszer, hogy minden fél évben egyen nagyobb méretet, vagy más formájút kell használni, de ez nem így van, hanem mindig ugyanazt a legelőször kiválasztott applikátort kell alkalmazni, csak mindig újat, mert tényleg egymás mellé raktam az applikátoromnak az új verzióját, és összehasonlítva ez egy teljesen szétrágott, nagyon, hát látszik is rajta egyébként, nagyon ronda. Ez most a fogkrémnek a nyoma rajta, de széjjel van rágva. Tehát igazából már egy kicsikét megviselte az idő. A formája is más, mint az eredeti újnak, és sokkal puhább az anyaga is, tehát már nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Úgyhogy ezt tudtam meg, hogy nem szabad nagyobbra cserélni, hanem mindig ugyanazt a méretet kell használni, ugyanis a fogsorodnak a méretét, amit legelőször levesznek, azt nem akarjuk változtatni. Na most nálam az a helyzet állt fent, hogy itt felül ez a fogam, illetve alul ez a fogam, továbbra sem tud beilleszkedni a sorba, nincsen helyük, és ezért gondolta Tamás azt, hogy egy olyan applikátorra lenne szükségem, ami egy más forma, elől szögletesebb, de egyébként a mérete pedig ugyanez. Ez a mostani applikátorom, ez M-es, mint megtudtam. Egyébként itt a dobozára rá is vannak írva, ez az RNM, ez azt jelenti, hogy az RN az a formája, és az M-es az a mérete. És amikor decemberben elmentem az új applikátorért, ami egyébként Olaszországból 2-3 nap alatt itt volt, úgyhogy nagyon gyorsan megérkezett, akkor belepróbáltam a számba, és az M-es szögletes alakú applikátor egyszerűen kiesett a számból, tehát nem volt semmi tartása. Így végül azt beszéltük meg, hogy egy L-est fogok kapni, és azt fogom használni, hogy megmutassam, hogy mi a különbség. Ugye látszik, hogy ennek sokkal szögletesebb itt ez a része. Ezt az applikátort úgy éreztem, hogy azon kívül, hogy kicsit nagy, teljesen jól tolja a fogaimat ott, ahol kell, tehát itt ezt az első fogamat próbálta a helyére tolni, illetve hátul van még itt oldalt egy fogam, amelyik be van dőlve, és azt is teljesen jól nyomta kifele. Viszont az történt, hogy összesen 3 napot hordtam ezt az applikátort. Ugye azt tudtuk, hogy nagy, tehát az látszott, amikor bevettem a számba. Hazafele a Tamástól a kocsiban már beraktam a számba, és este azt vettem észre, hogy itt oldalt a szám belsejében ilyen hólyagok alakultak ki, olyan volt, mintha valami vathús nőtt volna ki a számból. Hát valószínűleg az történt, hogy a kocsiban, ahogy ültem, így bevákumoztam a fogszabályzót, és becsípte oldalt az arcomat, és ettől estére hólyagok lettek. Hát hősiesen én azért még éjszaka is betettem, sőt, utána még 2 éjszaka használtam annak ellenére, hogy már minden bajom volt. A 3. napra ezek a hólyagok, amik addigra már nagyjából elmúltak, viszont még itt hátul ezt a hajlatot is nyomtam, mert odáig elért, ugye, hát látszik így, hogy mennyivel nagyobb
ez az applikátor, mint ami eredetileg volt. Tehát úgy nyomtam már a számat, hogy akkor azt mondtam, hogy na jó, ennyi elég volt, nem hordom tovább, megvárom, hogy a Tamás mit mond, csak ugye akkor jött a karácsony, és már nem volt rá mód, hogy másikat válasszunk, Tamásék is elutaztak, mi, nekünk is itthon voltak a gyerekek, úgyhogy nem tudtuk ezt megoldani. De addigra, karácsony előtt 2 nappal körülbelül, így az egész száj, nyálka, hártyám kicserélődött, mert a hólyagok ugye lementek, és viszont a bőr, ami ott fel volt sértve, az így mind kiesett a számból körülbelül. Úgyhogy ez egy nagyon jó volt karácsony, ott legalább nem tudtam annyit tenni a karácsonyi lakomákból. Most ott tartunk, hogy Tamás levelez az olaszokkal, megírta nekik, hogy az MS applikátornak a mérete nem volt jó, illetve hát az LS meg túl nagy, úgyhogy most kellene gyártani egy olyat, ami MS méretű, de ugyanez a forma. Úgyhogy most ez a levelezés zajlik, és hát kíváncsi vagyok, mi lesz a vége. Most úgy állok, hogy hordom a régit, bár nem igazán érzem, hogy tenné a dolgát. Igazából már nem nagyon módosítja a fogaimat, illetve azt érzem, hogy amikor éjszaka egy kicsit elmozdulnak, ez a fogam ez nem tud beállni a helyére, és amit éjszaka egy picit elmozdul, reggel visszatolja ez a másik, mert összeér az alsó fogsorommal. Végül is azért hordom, hogy ne romoljon vissza az az állapot, ami eddig volt, és nagyon remélem, hogy hamarosan megérkezik az új applikátorom, és az tökéletes lesz. Ami miatt pedig ezt a videót mindenképp szerettem volna gyorsan megcsinálni, az az, hogy Tamás ma eljön az LS applikátorért, és ez alapján fogja leméreteztetni az olaszokkal nekem az MS méretűt. Úgyhogy nagyon várom már, hogy megérkezzen, és megoldódjon. Szerintem már nagyon kevés van hátra. Én úgy látom, hogy már nagyon sokat javult, illetve ahogy már a múltkor is talán mondtam, nagyon sokan nem is értik, hogy miért hordok fogszabályzót, hiszen azt mondják, hogy teljesen szép a fogsorom. Én azért még látom az apró hiányosságokat. Mára ennyi volt, csak ezt szerettem volna elmondani, csak hogy legyen egy kis update itt a fogszabályzó témában is, és amint van fejlemény, azonnal jelentkezni fogok, és elmondom, hogy alakultak a dolgok tovább. Köszönöm, hogy meghallgattál! Ha bármi kérdésed van a dentozófiával kapcsolatban, akkor a hozzászólásoknál írd meg, és válaszolok mindenre, amire tudok. Illetve az előző videóban odaírtam Tamás telefonszámát is, mert egy hölgy érdeklődött a dentozófia iránt már. Hogyha ebben kell segítség, akkor nagyon szívesen segítségedre leszek. Ha tetszett a videó, vagy érdekel a fogszabályzásom további története, akkor iratkozz fel a csatornára. Ne lepődj meg, ha nem csak fogszabályzós videókkal fogsz találkozni, hanem motoros videókkal is. Örülök, hogy itt voltál! Szia!